Köszöntöm minden kedves nézőnket a Helyi Hírmondó mai adásában. Témáink: hírek a Batthyány iskolából, húsvét a felújított templomban, Roknyuszi 6. alkalommal, és pekszérje a Meteornál. Április 10-én megmérettetett a Batthyány iskola csapata az ifjúsági katasztrófa védelmi területi versenyen, melyen immár 15 éve vesz részt az iskola csapatával. Szomorkás idő ellenére lelkesen, önfeledten adtak számot ügyességükről, tudásukról, önzetlenségükről, segítségnyújtásról. Mindkét csapat jól szerepelt. A nagyok, akik közt vannak, akik 4. alkalommal vettek részt a következő héten, a megyei versenyen bizonyíthattak. A területi verseny első helyezését szerezték meg a csapat tagjai: Kulcsár Benedek, Kulcsár Barnabás, Hág Ferenc és Vas Norina voltak. A másik csapatban Horváth Gergő, Vas Amarilla, Sámson Nóra és Budai Lázár versenyzett. Április 17-én a területi versenyt megnyert csapat Csepregre utazott a megyei versenyre, ahol helytállásuk eredményeként a 2. helyet szerezték meg, ezzel is öregbítették a Batthyány iskola és városunk jó hírnevét. Köszönjük, srácok! A költészet napján is aktív volt az iskola, hiszen közös versmondással ünnepeltek. Együtt szavalt költemény talán az összetartozást is erősíti a diákok között, valamint a diákok és az irodalom között. De nem csak a versek okozta boldogságban úsztak a diákok, hanem a vízben is, hiszen többen is részt vettek az iskola tanulói közül az úszásoktatáson a celldömölki vulkánfürdőben, ahol szakképzett oktatók segítségével sajátíthatták el a vízben tartózkodás fortéjait a gyerekek. Először kerülhetett a Szent Háromnap megünneplésére sor a felújított templomban. Nagy csütörtök este az utolsó vacsora emlékét idézték fel a Szent Mise eseményei. Az ünnepélyes bevonulás után a lábmosás szertartásában Jézus cselekedetét idézte fel Kaszás Csaba káplán, aki jelképesen megmosta 12 hívő lábát. A Szent Misében elbúcsúztak a harangok és a csengők, és elhallgatott az orgona. Ahogy a népnyelv tartja, elmentek Rómába. Ennek a Szent Misének nincsen vége, hiszen a következő nagypéntek és nagyszombati liturgiákkal együtt egy egységet képez. A lecsupaszított oltár már a nagypénteki események előfutára, ahogy az evangéliumban is írva van, Jézus is kiüresítette önmagát. Nagypénteken délután keresztút emlékeztetett a szenvedés történet következő állomására, majd a megnyitott szentsírnál elmélkedhettek a hívek. Este az újjáformálódó énekkar Marton Bence vezetésével énekelte a János Passiót. A kereszt leleplezése elénk tárta megváltásunk árát. Nagyszombaton a templom udvarán tűzszenteléssel kezdődött a szertartás, majd az atyák és a minisztránsok a húsvéti gyertyával vonultak be a templomba, ahol az olvasmányok alatt csak a gyertyalángja világított. Majd a dicsőség éneklésével megszólaltak a harangok és az orgona, és fényárba borult a templom. A szertartás keretében ünnepélyesen megáldották a keresztelők utat. Áldjon ezt a megújult keresztutat, a mindenható Isten az Atya, a Fiú és a Szentlélek. A mise legszebb része, amikor a pap és a hívek körmenet keretében elviszik a megváltás örömhírét a világba. A körmenet után szentségi áldással, majd a húsvéti ételek megáldásával zárult a Szent Háromnap. Húsvét vasárnap Imre atya, húsvét hétfőn Csaba atya mutatott be Szent Misét.
Hétfőn este pedig litániával búcsúztak a plébánia híveitől, hiszen a hétvégén már új helyükön, Szent Gotthárdon folytatják szolgálatukat. Köszönjük, hogy majd mindig ott voltál mindenkinek, és amennyiben a körbe felettél, elmentünk az esküvői lakodalmának, mint a halott egy dologra, de a különböző privát megkívásnak is szakadalmakban is ígérünk. A feladat egyébként tartott a sok gondhatás is a betegeknél. Ők is mind nagyon szívesen vártak téged. Köszönjük, hogy kezdeményeztél és megrendeztél sok egyházközösségi várat, ahol határtalan volt a jó hangulat. Köszönjük, litánia után a plébánia udvarán szeretett vendégség volt, ahol a személyes elköszönésre is nyílt lehetőség. Aki nem a templomban, vagy nem csak a templomban akart ünnepelni, annak is volt lehetősége a hétvégén. Már hagyomány a Roknyuszi Jánosházán, szerte az országból érkeztek idén is rockkoncerttel ünnepelni a húsvétot, vagy legalábbis a hosszú hétvégét és a tavaszt. Az egész rockhúsvéd valamikor Ossian koncerttel indult. A neves zenekar aztán az 5. Jánosházi rockhúsvétra már nem tudott eljönni, ugyanis az év első hónapjaiban már egy ideje nem adnak koncertet. Jánosházát és az ide rendre visszatérő közönséget persze szeretik, így pünkösdre tolódott az Ossian koncert. A húsvéti rockra viszont továbbra is volt és van is igény, így lett az idén a Pokolgép, a Ród, a Twister és a Bad Ferro a Buli a 6. Roknyuszira. Már 17 órától megkezdődött a Buli húsvét vasárnapján, a szombathelyi Bad Ferro kezdte a sort, aztán a budapesti Twister lépett színpadra, 4. lemezük elkészítése közben sem hagyták volna ki a Jánosházi Bulit. A Ródra és a Pokolgépre is nagyon sokan voltak kíváncsiak, tinédzserek és örök ifjú nagyszülők együtt buliztak a rock klasszikusokkal. Nagy híre van már a rendezvénynek, jöttek Tatabányáról, Székesfehérvárról, de még Budapestről is, a Jánosházi rockhúsvétra. Ha egy kicsit jobban jött volna ki a lépés, a Meteor akár 9 ponttal is gazdagabb lehetne az elmúlt 3 meccsét tekintve, ez pedig legalább 3 helyen előkelő pozíciót is jelenthetne a tabellán. Sajnos azonban a szűkös kerettel kiálló csapatot a szerencse is elkerüli mostanában. Vasszécsenyben rendre vezetett csapatunk, de a hazaiak mindig találtak egyenlítő gólt, ráadásul a 80. percben a vezetést is megszerezték, így végül az 1 pont is ugrott. Csepreget hazai pályán fogadtuk, a vendégek 9 perc alatt 2 góllal nyitottak, amit a 72. percig őriztek, amikor büntetőhöz jutottunk, amit Marsai Milán értékesített. 3 perccel később megint 11-esből ismét Marsai volt eredményes, aki ezúttal nyílt sisakossá tette a mérkőzést, hiszen kiegyenlített. Ám a helyzet megint nem a Meteornak kedvezett. A 89. percben a csepregiek is kiharcoltak egy 11-est, ami Steiner Mark értékesített, ezzel pedig megszerezte csapatának a győzelmet. És hogy a sorozatnak ne legyen vége, húsvér vasárnapján megint hasonló volt a forgatókönyv, ezúttal Vasváron. 2 perc alatt vezetést szereztek a hazaiak, újabb 2 perc múlva Vágusz Arnold góljával egyenlítettünk. Aztán az 50. percben, talán a szezon legszebb góljával, amit Marsai lőtt a hálóba, megszereztük a vezetést. Sajnos az öröm csak 3 percig tartott, egyenlített a Vasvár, ha már egyenlített, 1 perccel később már vezettek is. Aztán a 66. percben Szabó Tibornak kedvezett a szerencse, kiegyenlítettek a Jánosházi fiúk. Legalább 1 pont megint ott lógott a levegőben. De körülbelül ez volt az a pillanat, amikor már annyira elfáradt a csapat, hogy nem tudtak lépést tartani a hazaiakkal, akik a meccs hátralévő részében még 3 góllal biztosították be a győzelmüket. Talán ez a legnehezebb. Végsőkig küzdve veszteni. De bízunk benne, hogy ez is panolja egy kicsit a fiúkat, és a hétvégén a Rábapaty ellen idehaza talán már valami jobbat is fel tudnak majd mutatni. Erre még holnapig várni kell. Ennyi fért azonban ma esti hírműsorunkban, megköszönöm megtisztelő figyelmüket, és várom önöket a képernyők elé jövő heti adásunkban is.